Nem hagyjuk az erdőket, kiabált a több ezer klímatüntető a Lánchíd lábánál. Mind azért jöttek, hogy a magyar kormányt a múlt heti fakitermelési rendelet visszavonására ösztönözzék. Az eredeti jogszabály energiaügyi vészhelyzet esetén természetvédelmi övezetekben és Natura 2000-es területeken is lehetővé teszi a tarvágást, valamint a fiatalabb fák kidöntését. Nagy István agrárminiszter azonban egy nappal a Greenpeace által szervezett tömegtüntetés előtt Facebookján bejelentette, a rendelet csak akkor lép életbe, ha kritikusan kevés lesz a tűzifa, és akkor sem szabad majd őshonos fafajú erdőket letarolni. A tavaszi fészkelési időben pedig helyreáll az eddigi szabályozás. A környezetvédők szerint ez csak figyelemelterelés, hiszen egy miniszteri utasítással nem lehet felülírni egy kormányrendeletet. Azt ők sem vitatják, hogy az energiaválság közepén senkit sem lehet hagyni megfagyni, de egy valamire felhívják a figyelmet. A most kivágott fát legkorábban 2024-ben lehet majd a kályhába dobni, mert csak addigra szárad ki. Hogy azt mondják, hogy az erdőterület nem változik attól, hogy kivágjuk a fákat, de ez egy nagyon raffinált dolog, mert az erdő művelési ágba tartozó területeket számolják, és hogyha teljesen talra vágnak egy erdőt, az akkor is az erdő művelési ágba tartozó erdőnek számít. Úgyhogy mi a kormány statisztikai adatai alapján állítottuk azt össze, hogy igenis csökken az erdőink, az öreg erdőink főleg állapota, és az, hogy most a tarvágási lehetőséget is gyakorlatilag újra behozták, még ha a miniszteri utasítás próbálta is ezt enyhíteni, de egy miniszteri utasítás nem ír fölül egy kormányrendeletet. Tehát ez ugyanúgy életben van. Mi vagyunk a változás hangja! A szerdai megmozduláson Szabó Simontól Noárig számos híresség színpadra állt. Ők nem csak az ökoszisztéma sérülékenységére hívták fel a figyelmet, de úgynevezett erdőőröket is toboroztak. Ennek az a lényege, hogyha valaki fakivágást észlel, minél több ember tudjon azonnal a helyszínre mozgósítani, megállítva a munkagépeket. A tiltakozóknak a világ legismertebb etológusa Jane Goodall is üzent egy videóval. Ebben arról beszélt, hogy az erdőknek létfontosságú szerepük van a levegő megtisztításában, a víz megkötésében és a fajok fennmaradásában. Gyermekeitek jövője érdekében arra kérlek benneteket, hogy tegyetek meg mindent az értékes erdeitek védelmében. A lelkem veletek van, mondta. A szervezők arra kértek mindenkit, hogyha nem is ültetnek el minden nap egy cserjét, legalább locsolják meg, vagy öleljék át a haldokló fákat. Jaj, hát én imádom, én mindig napi szinten szoktam megölelni a fákat, szimatolni, annyira imádom a fa illatát, a fűnek, a földnek, úgyhogy nekem lételemem a természet. A demonstrációt azért is szervezték a Széchenyi térre, mert itt áll Budapest egyik legöregebb fája. A tüntetés végeztével mindenki egy tenyerére rajzolt X-el mutathatott stoppot a korlátlan fakitermelésnek. Utána pedig a szervezők arra kértek mindenkit, hogy jöjjenek át ehhez az akácfához, öleljék meg, ezzel is fejezzék ki azt, hogy mennyire szeretik a természetet. Mi egy picit a téma hátterében néztük és ellátogattunk a Pilisi parkerdőben, ahol egy erdésszel beszélgettünk. Az elmúlt 40 évben 4%-kal nőtt az erdőfette terület Magyarországon, a kitermelés pedig az ötödével csökkent. Így van kivágható fa bőven. Ezt már dr. Csépanyi Péter erdőmérnöktől tudtuk meg. Ráadásul szerinte az agrárminiszter ajánlásában is szereplő akácfa olajtartalma miatt szinte azonnal használható tűzifaként. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy a magyar erdőkben eddig is gyakorlatilag folyamatosan alacsonyabb volt a hasznosítás, mint amennyit relatíve egyébként az erdőterület józan hasznosítása is lehetővé tesz. Tehát én kizártnak tartom, mint szakember azt, hogy itt ez a helyzet a magyar erdők rovására menjen, és olyan eljárásokat kelljen alkalmazni, amelyek túlmennek a múltnak a keretein. Egy ekkora törzsből 10 köbméter tűzifát lehet kinyerni, ami egy magyar család egész éves fűtésére elég. A szakértő szerint, ha zöldebb országot akarunk, akkor nem kevesebbet kell fűrészelni, hanem többet kell ültetni. Az erdők növelését elsősorban az erdőterület növelésével tudjuk elérni, tehát egy adott területen, ahol már erdő van, ott fölösleges több fát ültetni, hiszen az erdőben a fák is versengenek a fényért, a vízért, tehát amennyit a termőhely elbír, annyi fa tud csak lenni az adott területen.
úgy tudunk az erdőkben fejlődés, gyarapodást elérni, hogyha erdőtelepítésre áldozunk, és olyan területeket, amelyek gyengék, akár mezőgazdálkodási szempontból, azokat betelepítjük erdővel. Úgy tűnik, hogy a természeti erőforrásokat se a kormány, se a klímavédők nem szeretnék elherdálni. Ha azonban télen elzárnák az orosz gázcsapokat, a magánerdők valóságos aranybányákká változnának, és minden magyarnak döntenie kéne, tűzre dobja-e gyermekei jövőjét a kellemes melegért cserébe.